Sziasztok, ez itt a Gaming The Big, és folytatódik a Fallout 4-ezés vágatlanul a Nukaworld DLC-vel, amit legutóbb otthagytunk abba, hogy felszabadítottuk az állatkertet egy ilyen dothraki manusnak, és aztán odaadtuk az egész állatkertet a Pack csapatának, hogy igazgassák, de még van két zónánk, amit szintén fel kell szabadítani, és aztán eldönthetjük, hogy melyik két klánnak kedvezünk velük, hogy átengedjük nekik. Lássuk! Megy a Safari zene, nagyon király, tehát tűnik a Fallout 4-ben, és ráugrok az oroszlán fejére, amit elvétek. Na, szóval akkor azt mondja, hogy beírunk először is egy player phones control izét, hogy többet ne szívjak a vac miatt, így menet közben, és adunk magunknak egy steampackert. Ja, nem megy, egy Red Away-t kérek szépen. Hé, na, megyünk tovább, elvileg van nekünk egy gauge-ünk valahol. Hát nem tudom, biztos, hogy nagyon ketrezben van. Na, mindegy, kit érdekel, megyünk tovább. Na, és akkor itt vagyunk, és azt mondja, hogy van még két zónánk, egy Nuka Bottling Plant, hát ez egy ilyen gyár lesz, ahol dobozolják a Nuka-kólát, és egy Kitty Kingdom, ami engem nagyon érdekel, mert rohadt jól néz ki, tehát innen látszódik egy ilyen Disney palota, rohadt jó, tetszik nagyon, de akkor most menjünk el a Nuka csomagoló gyárba. Gondolom itt is vannak egyébként ilyen gyártúrák, amiken végigvezetik az embereket, úgyhogy egyébként hallhatjuk ezeknek a felvételeknek talán a maradékát, az ilyen régi felvételeket, ott jön Gage bácsi, nagyon király. Nem tudom, melyiket tökre nem tudom, csak én így erre számítok, azért mondom. Na, oké, akkor menjünk át erre. És hát itt van valahol a bejárat, gondolom erre felmegyek, és akkor ott. Hú de király az a palota, nagyon várom. Na. Jó van, egyelőre nem látok semmi ellenfelet. Ez így kijelenthető. Igen. Jó kevés a staminám. Mondom, kéne valami endurance-es karakter. Egy endurance van a Karin. Na. Mennyi töltényem van? Még rengeteg. Még megszámlálhatatlan. Jó, és akkor nem felejtünk el menteni, mert magunkat szúrunk ki, hogyha nem mentünk. Na szóval azt mondja, hogy itt menjünk be valahol a Nuka kóláknak a dobozoló gyárába, vagy mi ez, ilyen kupakoló gyár. Elvileg itt a csatornán belül be tudunk jutni, de aztán fene tudja, hogy mi van itt. Igen. Na szóval hátulról közelítjük meg a gyárat. Oké, itt ilyen Miller rulkok lesznek, nagyon gyanítom. Bizony. Kicsit halkítok még a játékon magamnak, hát ezt így nem veszitek észre. És azt mondja, hogy a monitor viszont állítok, mert fel kell vinnem a fényerőt. Hogy én minden szépen lássak itt a subboxok fényében is. Oké, kész. Na, akkor itt készen állunk arra, hogy betámadjuk a helységet. Hó, hogy itt kikeltek a tojások. Na várjunk csak. Hoppá. Júj, nem, vissza, meggondoltam. Miért? Hogy mikor sebeztek le azok a kis csótányok? Így szeretném visszanézni azt a felvételt. Így nagyon-nagyon szívesen megnézném, hogy mikor történt az, hogy a HP-mnak a felét így leették. Na mindegy, akkor. Steampack. Na jó, akkor álljunk hozzá máshogy a témához. Így. Ennyi. Szóval így kilövöm a rohadt tojásokat, és akkor probléma megoldva. Innen nem kell ki semmi, mehetünk tovább. Na. Ott is, bocsi tojás. Ajaj, megtörtént! Jó. Kérek egy... Ja igen, force player control, az nagyon kell. Oké, és akkor nézzük meg a barátunknak a fejét pár töltényjel. Gyere, Nuka lurk. Oké, ez a lurk a Nuka kólán táplálkozott és nőtt nagyra, úgyhogy azért néz ki ilyen kéken. Ez ilyen extra. Jaj, értem, szóval ez így megy. Jó, hát akkor én itt elmegyek. Hogy fogom én ezt a pályát megcsinálni? Te lesz ilyenekkel, Nuka lurk? Együttésből fél HP? Na. Jaj, nem ez volt! Hát akkor szerintem hagyjuk. Jó, változtassunk stratégiát, Artu.
Hagyjuk nyerni a lurkot. Nem, az lesz, hogy... Ja, hogy itt elmentés van. Tök jó, nagyon király, nagyon kedves. Nem, én azt így nem. Na, azt csináljuk, hogy előhozunk egy saját elmentést, ami egy kicsit értelmesebb állapotban történt. Na, jó, és shotgunt fogunk elővenni mindenképpen, nagyon... Nem tudom, hogy van-e shotgun töltényem elég, de nekem az így megfelelőbb fegyvernek tűnik a feladatra. A Fatman-nel is bepróbálkozhatunk egy ponton túl, de akkor nézzük, nulla töltény, na jó, ez így nagyon király, mert az azt jelenti, hogy elő kell vennem a konzol kommandot megint. Na jó, van, szóval adtam magamnak egy ilyen az a 20 000 shotgun töltényt, úgyhogy ezzel az életben nem lesz problémánk, és akkor azt mondja, hogy igen, ki se írja a játék, annyi van, és akkor így a tojásokat feltörjük. Ja, ez az, aminek nincs értelme, igen. Ja, és adjunk magunknak HP-t. Nem. Egy steampacket adunk be magunknak első körben. Azt mondja, hogy éjdeknél van. Ja, egyébként nem, mert be van. Be van nyomva izére, gyors billentyűre. Legjobb tudásom szerint. Csak nem tudom melyikre, úgyhogy mindjárt megnézzük. Hármas gomb, a steampack. Parancsolj. Na. Oké, akkor menjünk. Na, hoppá, nem úgy van az. Oké, ott a nagy lurk, gyere! Meghalsz, tökre meghalsz! Jó, hát ez így nagyon király, megint benne vagyok. Adunk magunknak egy jetet, vagy valamit. Nem hiszem, hogy ez lesz az egész pálya. Ez rémes. De hát, hogy lehet ilyen helyzetből... bármit kihozni. Jó, van, nyugalom, kicsit le kéne állni. Igen, szóval ez mi? Hogy itt van az arcomban a gyerek. Ez mi? Na. Papíron meg kell, hogy haj. Gyere. Oké. Okay. Hoppá. Hoppácska. Na. Jó van, és akkor csak szép, nyugodtan, kultúráltan. Túljutunk ezen így együtt. Na né már. Az előadás, amiről beszéltem. Ez egy ilyen hajótúra volt! De fura! Ja igen, ilyen hajókázós téma, értem. Itt van egy ilyen hajó. Ja, természetesen hullákkal. Ott van a nagy dög. Nem, én a nagyot tudom, nem a torsóját, a fejét. Na gyere, hoppá! Hát ez egy egész könnyű lesz, azt hiszem, a megfelelő fegyverrel le tudjuk verni őket. Király! Na, ennek örülök. Gage, jól el vagy a kis patkányokkal? Na jó, szerintem te ott boldogulj, hogy tudsz. Oké. Ott egy nagy rák. Na, nagyon érdekesnek tűnik, Gyere, kapsz egy-kettőt. Jaj. Oké, azt mondja, hogy itt jönnek elő mindenfélék. Én csak egyre vagyok hitelesítve ám, azt ugye tudjátok. Ez ilyen nagy lurk. Jaj! Kérem a fejedet, gyere. Oké, még párat elviselnék. Jó, király. Na, akkor azt mondja, hogy steampack-eljük meg magunkat. Nagyon le vagyok verve. Ja, hát ezt a hármasra meg tudom csinálni. Menjetek innen. Nem. Húzzál innét. Gage, bírod a strapát? Úgy látom, nem! Jaj, ketten jöttek! Mi a fene? Jó, ez már nagyon kemény. Ez már nem fair. Ezek halálkoponyások. Hát ez a játék 30-as szinttől lett ajánlva. Na. Futok.
Jó, remélem nem úgy jönnek utána, hogy én gondolom, hogy így rögtön, de futok. Ja, de lassan fogunk végezni, hogyha ez így halad. Nem! Tökre nem fel! Rohadtul nem fel! Én 5-10 méterre előttetek voltam, és akkor így rám teremnek. A Bethesda ezt csak rosszul tudja csinálni. Nézzétek, most ez mi? Ez most mi? Ez a játék? Ezt teszi le nekünk az asztal? Ez egy működő rendszer szerinte? Ez a játék hibája. Hát ne szórakozzunk már. A problémám az, hogy előbb jöttem ki az épületből, töltőképernyőről, és aztán így adott ez a szájukba. Ja. Na jó, akkor ez így hogy legyen? Drogozni szeretnék. Szóval a player force control megvan. Akkor nézzük, milyen aid-eink vannak, amik így segítségünkre lehetnek. Van egy medic szünk, ami damage resistance-t ad, nagyon is kell. Kérek egy Nuka-Cola Victory-t. Vagy egy kvarcot? AP-t ad, mindenképp jó. Szükségem lesz a Victory-ra is szerintem, de inkább egy Nuka-Cola Quantum-mal most beérem. Pszichót is szeretnék. És Red Away, ezek nem kellenek, egy Steam Packet is benyomok, mert ne alapon. És akkor ennyi, ez így elég lesz. Na, teljesen tele vagyok. Nem a kis hülye patkányt fogom ölni. Jó, hogy ilyen patkányok is vannak, picik. Na. Ez így teljesen hatástalan. Na oké, most sikerült a lágyékára tapintani. Azt mondja, hogy akkor adunk magunknak még HP-t és AP-t, mert fogalmam sincs mennyi HP-n van. Ja, egész tele vagyok. Jó van. És akkor azt mondja, hogy egy... Hol az AP-t adunk a kóla? Már elfogyott? Az nem király. Oké, egy megpusztult. Gyere barátom. Oké. Végül is meg lehet őket ölni, ezeket is, hogyha tudjuk hova lőjünk. Na. Nagyon király. Akkor haladhatunk. Na és akkor most bevárom a lárvákat, Gage pedig fel kell szépen. Hopp, ott valaki beszorult a vízbe. Mia, megfulladsz? Na jó van, oké. Én ezt úgy látom, hogy ez nem. Hoppá, na. Jó van. Ott a szemét. Igen. Gés, te egész nap itt szeretnél lenni? Én nem. Ezek a házok nem túl méretanyán arányosak, egyébként azt nézem, mintha kicsik lennek ezek az ablakok. Na. Nem, hát ez nyilván ilyen dísz. Na. Akkor szerintem haladjunk tovább, és cool a dark. Milyen az a dark Nuka? Még jó, csak nevet kellett adniuk a kóláknak, a készítőknek, és nem kellett eldönteniük, hogy tényleg milyen legyen egy ilyen kóla, mert azért ennyiféle ital nehezen létezne. Mind más, különböző azért. Ott is egy dark kóla. Sima. Gage, mögötted van! Várj majd én! Azt mondja, hogy a fejét kell lőni, Gage. Megmutatom. Ilyen közelről bele kell lőni az agyába egy shotgunt. Oké. Na már is eltűnt az arca. Természetesen a hullancsokat is megpusztítjuk. Hmm.
Gusztustalanok, fuj. Mi az, hogy I don't see anything, akkor itt van a lábadnál egy ilyen 50 centis bogár. Na jó, akkor haladjunk módszeresen. Átjutunk a gyáron. Semmi gond. Ez az... Ez jön, helyóba bejutunk, csak egy kis bobipinkkel hozzá. Valaki? Mögöttünk? Hoppá, tojás, tojásokból kelnek. Na majd így, majd így. Bakker, ezek csak kis lárvák, öljük már meg őket. Na, köszöntem. Oké. Okay. Jaj! Úgy látom, hogy be vagyok szorítva. Jó, ide fegyvert váltunk. Megmutatom, hogy kell a Q-val leszedni ezeket a dolgokat. Azt mondja, a testét lőttem, vagy a combat inhibitor. Természetes. Hoppá, ez így könnyen ment. Oké, okay. nem. Az inhibitor, nem. Mondom inhibitor. Gyerünk, még egyet! Oké. Okay. Na. Oké. Okay. Véletlenül sem lehetett volna úgy tervezni egy biztonsági rendszert, hogy ne lőjön le mindent, ami mozog, hogyha bármilyen apró kis dolog történik vele. Egy ilyen minimális meghibásodás is megvadul. Jellemző erre a világra. Na. Nyissuk ki, menjünk tovább. Oké, okay, hát ez hasznos volt. Mi a francnak kell egy gyárba egy ilyen gépfegyveres erőt? Jó irányba haladunk, azt hiszem. Gondolom itt visszamegyünk a folyó részhez. Igen, visszajöttünk. És itt van mellettünk közel egy-két dolog, amit el kell intézni. Érdekesnek tűnik. Azt bekóstolnám szívesen innen. Úgyhogy azt mondom, hogy meglövöm a fejét, és akkor nézzük a fejét. Érdekes fejed van egyébként. Aha, de nagyon-nagyon érzékel rá, nagyon helyesen. Gage, innentől már a tiéd? Nagyon helyes. Cuki vagy, Gage. Na. Szóval akkor azt mondja, hogy itt van valami. Gage, nekem a páncélját mutatja, én nem tudom őt sebezni úgy, mint kéne. Oké, ez az. Na, gyere. Köszönöm. Júj! Jó, nincs más. Csak ilyen kis szemétek vannak itt. Na. Szóval mit csináljak ezzel a buckával? Végig kell látogatnom? Jaj! Oké, okay, ezt nem tudtam, hogy ez így működik. De akkor most már jöhetsz, akkor gyere, nézd bele a csőbe. Oké, okay, szóval az álmából zavartuk fel a lurkot. Ja, és akkor lényegében a kül... ott jönnek ketten is. Azt mondja, hogy... oké. Okay. Nézzük csak. Várj, azok emberek? Robotok! Sziasztok! Jöttök fel? Honnan jönnek? Ők tudják, hogy honnan kell jönni. Feljönnek, körbe mennek. Hát úgy látom, hogy ők jönnek hozzánk, igen, nekünk akkor nem kell azzal foglalkozni. Hú, itt egy Nuka Cola Power Armor! Oké, az most tök hasznos lenne. Ah! Gage, viszlát! Jó, akkor nézzük csak, a inhibitorod van? Van inhibitorod? Gyere! Oké, okay, hát akkor így búcsúzz el tőle.
Jaj! Nem lehetett volna a végén azt a két lövés beadni? Nem! Jaj! Vége van! Tökre vége van! Oké, oké! Inhibitort akarok lőni. Hajd meg! Hajd meg! Jó, jó, ez az. Na, van még valaki? Nem, megöltük őket. Oké. Na. Egyébként nagyon-nagyon kevés HP-n maradt, ha megnézzük. Úgyhogy Steampack, igen. Steampack, miért nem látszódik a HP csíkom? Milyen gagyi interfész van ez a játékhoz? Oké. Szóval 25 méterre van arra. Hoppá! Megint a kis lárvák. Na mi van, te egy csipkered a lábujjamat? Oké. Na. Ott alul ki. Oké, mutasd a fejed. A fejedet szeretném látni. Na gyere. Oké, most jó lesz. Nézd bele. Na akkor ez a halálos pillantás a végén. Ami azt jelenti, hogy meghaltál. Gage, ne bénázz! A francba veled! Ezek frankon olyanok, mint egy kis kullancs egyébként. Nem rák, vagy ilyesmi, ezek kullancsnak tűnnek. Na. Jó, és akkor azt mondja, hogy 40 méterre van a cél. Mi a fene? Az halott? Mikor halt meg? Egy... Feed. Jaj! Inhibitort kérek. Lássuk. Micsoda kamera beállás. Oké, és akkor nézzük. Hoppá. Na, ezt hogy kicseleztük? Gyere! Hát ez egy volt, egy lövés. Na. Oké. És akkor azt mondja, hogy nagyon-nagyon eltévedtünk. Nem, meghalok! Szép volt. Huszonhárom-huszonkettő, közeledünk a cél felé. Király. És azt mondja, erre kell bemenni. Na jó van akkor. Nuka Power Armor. Láttunk egy ilyet. Tökre menőség lenne egy olyat beszerezni. De most szerintem a... az mi? Gage, ezt átengedem neked. Ezt tökre átengedem neked. Úristen! Ős, lurk. Bakker! Téged nem hívtunk? Oké, ez egy ilyen, véd meg a tornyot. Téged már nagyon könnyen elintézlek, de valamiért kevesebbet szívsz, mint amennyi járna. Oké, szóval mindenhol lurkok vannak errefelé, úgyhogy mindent szépen kinyírjuk. Ilyet még nem láttam, ez micsoda átfejlesz. Ez egy lurk king. Nagyon durva jóság, gusztustalan. Nagyon gusztustalan. Rondább, mint egy deathclaw. Gyere. Nem sérül, de azért sérül, ez az. Hát lehet, hogy én is így fográm az arcomat, hogyha bekapok egy ilyen közeli shotgun találatot. Jaj. De igazából nem, mert nem lenne arcom. Valószínűleg nem. Nem hagyták ki az ős nagy nukalurkot, a világ legnagyobb dögét. Na, jó van, lealázzuk, nagyon könnyen le fogjuk alázni. Oké, itt elszaporodott a Gage, a lurkok. Nem csak egy, nem csak kettő van, hanem van egy ilyen hatalmas szörnyizé is. Úgyhogy valamivel azzal kezdeni kéne valamit. De ezek az állatkertben nem voltak ilyen bosszok. Na,
Oké, szóval ott az ős nagy lurk. Az a királynő, gondolom. Aki egész nap nukakulát ivott. Gage, te egy egyedül? Megpróbálod? Megadom neked a lehetőséget, csak szólj. Jó, nem tudom, hogy csináljuk, nem tudom, hogy csináljuk. Szóval, sniperkedni fogunk. Ah, kisniperkedjük őket a francban. Van is egy jó kis sniper fegyverem. Hol van? Ez az, az marksman. Az ötösre rátesszük, jó? Na, ez az, oké. Na és akkor egy olyan helyre megyünk el, ahol a királynő minket nem bánthat, és a kis lurkok pedig ugye nyilván fel tudnak jönni, de lehet, hogy addig már késő lesz. Például egy ilyen ablakból nagyon ideális lenne lelőni őket. Na, jó. Legugolok, hogy rejtve maradjak. Nézzük. Gage észrevett minket, más nem lehetett az, aki észrevett. Van egy olyan érzésem, hogy ide lövök, igen. Szóval nagyon király célzó keresztünk, igen. Nagyon működik. Hát akkor állva maradok, na. Hát ezen nem újjon. Ott a lurk hátul, na. Oké. A gyanútlan lurk mászkál a parton. Nem sejtébe van célozva a feneke? Hoppá! Hallottál valamit, mikor elsült a fejed mellett egy sniper fegyver? Lehet, hogy hallottál valamit. Jó, oké, oké. Szóval... Lurk barátunk szeretné így sabbal beborítani a környéket. És azt hiszem, hogy itt megindultak felénk páran, 3-an, 4-en, 8-an. Na várjunk csak... Oké, ennyit rólad. Nem, ezek egy irányból jönnek, onnan fentről a Gage-et elkapják! Oké, gyere Gage, megmentelek. Oké, ott az ős királynő! Ne savazz minket, Gage! Jó, innen kilövöm a... az ablakból. Hát a háta nem sérül. Júj! Oké. Itt savval van borítva minden, egyébként. Én sérthetetlen vagyok. Ahó, innen foglak kiszedni. Sniperrel. Jó, nem, ez egy Fatman. Hát nekem az is jó. Na jó, akkor gyere, Mr. Királynő. Kapsz egy ilyet. Hoppá! Na, ez hogy tetszett? Kérsz még egyet? Lehet, hogy kaphatsz. Sérül a lelkem. Jaj. Oké, és akkor azt mondja, hogy... Menj már innen, Gage! Hölgyem, mit szólna egy ilyen mini bombához? Jaj, üröket öltenem, oké? Okay. Akkor innen az ablakból megkínáljuk. Szóval... Szabadna, ha kérhetném? Hogy ezt így fogadja el ajándékba? Oké, ez így nem király. Ez egy erős sérülés volt, na. Jó, és akkor... Hölgyem, egy ilyen nuka bombához így végszóra. Várjam, be kell töltenem, bocsánat. Kivárjuk, nyugi van. Na szóval, megkínáltam ezzel? Most már szabad? Király. Na, szóval akkor így elintéztük a nagy ocsmány dögöt. És csak az összes nukunk ráment, de akkor ezek szerint megtisztítottuk volna a területet? Mert nekem ez nagyon bosszagú volt. Szóval, ha ezután nincs megtisztítva, akkor nem tudom. Az érdekelne, hogy hova kell kitűzni a zászlót. Valószínűleg fel kell menni a tetőre. Gage, te most nem voltál hasznos, csak útban voltál. Meg fogjuk fontolni az alkalmazásodat, hogyha így megy ez tovább. Igen, szóval ide a tetőre kell jönnünk valószínűleg. Gondolom én, hogy itt lesz valahol az a dolog, amire kitűzzük a zászlót. Hát nem tudom, hogy kit ajándékozzunk meg a Nuka gyárral, ahol gyártják magát a kólát. Egyébként, hogyha ez a gyár működőképes lenne, akkor egyébként nagyon értékes dolog lenne egy a... hát az egyik klánnak. Úgy, itt valaki lemaradt. Úgy látom, hogy... Mi a fene? 3 méter? 2 méter? Alattunk van valaki, akit meg kell ölni?
Bizony, egy király. Uram, ki jön játszani? Na gyere! Ez így Franco mellé ment. Ó, szép kis tüzes csíkot húzott maga után, Mister. Na jó van, gyere! Igen, igen, erre vagy jó, feküdj a földön! Pusztulj, mocsok! Na. Oké, és akkor ez az. Most, hogy kinyírtuk a királyt, így az utolsó kis herét a bandából, most kitűzhetjük az ászlónkat a területre, és nem tudom, hogy kinek adjam oda, de szerintem, ja, egyértelmű, a Disciple-nak fogom odaadni, ez egy olyan terület, amivel ők megbirkóznak. Igen. Egyébként nagy ajándék a gyár, mert szerintem ez az egyik leghasznosabb park így a Nuka World-ön. Na, ez így tetszik nekem. Megyünk felfelé? Mert hát, hogyha Nuka-kulát tudnak gyártani, akkor ez egy nagyon nagy ápa csapatnak. Há, igen, itt van. És akkor adjuk a Disciplinnek. Oké. Okay. Na. Oké. Okay. A vadaknak, az embergyilkosoknak átpasszoltuk a gyárat. És akkor a kis Walt Disney palotát pedig az operátoroknak fogjuk odaadni, természetesen, mert ők azok, akik beleillenek abba a kis hófehérkés környezetbe. Ők amúgy is olyanok, hogy biztos értékelnék, hogyha ők megkapnák azt. Egyértelmű, hogy a Peknek jutott az állatkert, de ők többet nem kapnak tőlem, mert ami is egy primitív banda. És egyébként direkt úgy volt elosztva a dolog, hogy ne járhasson mindenki jól. Hogy legyen egy kis feszültség a klánok között, ugye? Mert valakinek muszáj volt kedveznünk. Na. Oké, és akkor jöhet a kristálypalota. Durva volt ez a fight, de azért valahogy megoldottuk. Nyilván nekem így nagyon könnyű, mert én ilyen unlimited research-el rendelkezek. Nem research, az nem... Akkor elfelejtettem, túl gyorsan akartam mondani. Na mindegy, szóval ilyen végtelen mennyiségű felszereléssel rendelkezek nyilván, hogy a videó jó legyen. Mert az senkit nem érdekel, hogy én kurkászok, meg bénázok. Úgyhogy így nyilván könnyen lehet haladni a játékban, ez abszolút csalás. Igen, amit művelek, ezt aláírom, de végül is... A lényeg az, hogy meglássuk a pályákat, hogy átéljük a harcokat, és azt így is meg lehet csinálni. Jó, hallottam, hogy valami automatikus rendszer van a váron belül? Egyébként ott tartunk, hogy nem tudunk bemenni, mert a nagy fal az így elzár minket a belsejétől, és nem tudom, hogy honnan kerüljek. Egy kis minimális radioaktivitás azért mindenkinek jót tesz, azt hiszem. Ebben a világban ilyen kis üdítő. Kis, olyan, mint egy szaunázás után kimenni a hóba. Kis vérpesdítésnek számít. Na jó van, akkor itt van egy bejáratszerűség, azt hiszem. Valaki már ilyen posztapokaliptikus módon elzárta a mások elő, úgyhogy itt már voltak tervek ezzel a várral. Csak hát ugye el kellett hagyni valamiért. Na, akkor nézzük. Ó, hogy én egy nem várt vendég vagyok a parkban? Mi a fene? Kifestett ghoul? Oké, ez a parkában elászol a radioaktivitással, és ilyen ghoulok támadnak itt ránk, és egy ilyen őrült ember dumál hozzánk a rádión át. Tudja, hogy itt vagyunk, és úgy néz ki, hogy itt lesz egy értelmes ellenfelünk is ebben a parkban. De akkor menjünk tovább, átvágjuk magunkat a ghoulokon, megfelelő mennyiségű Red Away és Reddick segítségével, és aztán elkapjuk ezt a kis szemetet, aki így dumál hozzánk. Oké, gyere! Ja, és nem tudom, hogy miért vannak ezek a ghoulok kifestve, de úgy néz ki vannak festve. Én nem látom, hát ilyen kicsit lilás. Kékes. Nekem ez még nem tűnik annak. Na nézzük akkor. Hol vagy, barátom? Merről jöttél? Na igen, szóval nyomják az arcukba ezt a kis radioaktív permetet. Nagyon frissítő, köszönjük. Na. Nem vagyok elveszve.
Köszönöm, köszönöm a permetet, nem is tudtam volna, hogy hova legyek nélküle. Ohoho, na nézzük már, ilyen Joker, Joker gulok. Mész innen? Mész innen! Rák! Jó van. Gusztustalanok vagytok, ronda vagy, te is! Fúj! Oké, kezd múlni arra a dövéje hatásra, arra a Dix hatásra, vagy mi a fene van? Ez megint egy kijárat, ez a Nuka bőrbe vezet vissza. Innen is be lehetett volna jönni. Kérem szépen, túl sok lesz a radioaktivitás. Inhibitort szeretnék eltalálni, önön uram. Na, robbanjon. Köszöntem. Oké. Ez egy indokolatlan. Jaj! Oké, rohadék. Gyere. Nem volt szó ilyen gyors támadásról. Oké, és akkor azt mondja, hogy egy redövét, egy újabb redövét szeretnék. Gage, merre vagy? Eltévedtem a Vidám Parkban. Mindenhol ghoul van. Gage, ne játsszál a csészék között, menjünk már. Gyere, fejezd be a körintázást. Gage, szállj le a körintárból. Rohadt életbe, Gage. Köszönjük a permetet. Jönnek, jönnek, hallom, hogy jönnek. Gage, merre vagy? Gage, te mindig körhintázol? Hú, hogy rohagy meg, Gage. Jó van, akkor egyedül kell elbánnom vele. Hát a Gage-et elvesztettük, ő így leállt a körhintánál, úgy látszik. Ennek a pályának ez volt a nagy veszélye, úgy látszik, hogy emberenket elcsábítják a játékokkal. Oké, nem verszállt, mert tudom, hogy van itt még valaki, bizony. Szerencsére a nagyon hasznos Vats módnak köszönhetően. Tudom. Na, akkor gyere. Hát ez nagyon király, hogy pont mellé lövök, pont mellé lövök. És természetesen minden izémet elpazaroltam a rohadt életbe. Rá! Menj innen, menj innen! Oké, itt a pult mögött állok. Kér valaki fagyit? Felugrottok az esernyőre? Ez az? Fent vagyok. Innen nem kaptuk el. Valaki futott felém? Felszállok a rakétákra. Tökre akarok. Jaj. Nem? Jaj! Jaj! Oké. Ez így nem király. Itt bele vagyok a körben. Bocsi! Jaj! Ez most miért? Ez most miért, kérem? Most mi történt? Agyon nyomott a körhinta, vagy mi? Na jó van, hol mentettem? Ez nem most volt. Na de. Ja, hogyha stresszes vagyok, akkor indokolatlanul elkezdek mentegetni. Nagyon-nagyon hasznos tulajdonság. Bocsánat, uram, de így lebukott az előző mentésben. Ohó, hogy ott is van ám. Ezt a zenét nem vártuk meg, hogy beinduljon. De, ott van. A távolban. Na jó, akkor azt mondja, hogy... Na, nézzünk egy headshot-tal ki Kent Gult. Gyere, kikapunk. Én ezt szeretem, én így szeretem ezt csinálni. Hú, de sok itt az izé, ártó hatás egyébként. Red Away, Red X, minden kell ide? Én nem tudok eltekinteni attól, hogy ezen a dolgon így forogni lehet. Szóval én valahogy ezt meg akarom játszani. Hopp. Hopp. Nem. Na lássuk. Hopp. Jaj. Ó, Franco.
Na, nézzük akkor. Hopp. Nem? Nem? Akarok menni egy kört. Kérem szépen. Most mennyire ment le a HP-m? Nem engedi, nem igazán engedi. Na jó, akkor betöltjük az elmet, és nem igazán engedi. Na jó van. Szóval ezen a pályán úgy néz ki, hogy egyedül leszek. Kécs nem segít. Szóval amikor ígéretet tett nekem, hogy végigcsináljuk együtt ezt az egészet, akkor az egy rohadt nagy kamu volt, ami csak addig volt érvényes, meg nem látja az első körhintát. Ez a hely nem félelmetes egyébként. Tökre nem. De egy random robbanások meg gúlok. De amúgy nem. Merre kell mennünk? Van egy központi feladatunk egyébként, vagy nincs? Kicsit be vagyok állva. Na jó, akkor nézzük csak. Mit akar? Mit a claim your gang soul? Várjunk csak, várjunk csak, várjunk csak. Igen, igen, ez az, megkaptuk a küldetést végre, szóval 40 méterre kell erre menni. Na, ez már tetszik. Most már tudom, mi legyen. Hopp, egy ghoul. Gage, megjött Gage! A felmentő sereg. Gyere Gage, elbánunk velük. Gage! Nem csinálod jól. Na jó van akkor. Hát ez a redővény ez egy kifogyóban lesz mostanában, én úgy érzem. Oké, Gage. Vannak itt kocsik. Ott van. Majd én. Szabadna? Hoppá! Ez mellé ment. Köszöntem. Player force control. A francba? Tudtam, hogy valami hiányzik. Na, oké, akkor ez meghal. És akkor ez is meghal. Nézzük. Köszöntem. Gyere, ghoul. Te is kérsz egy ilyet? Hoppá. Jaj, de szépen lehet őket írtani. Nagyon szépen hullanak. Kis pucér fejükkel, a kis puha bőrükkel. Átható rajta a leggagyibb golyó is. Nézzük, ott van, ott van. Hopp, ez mellé ment. Francba. Jaj, Gage, nehogy már. Jössz nekem egyel, Gage. Oké, ez egy kisebb roham. Mindenki kap egyet. Semmi gond, illetve nem, mert van. Mert tökre kifogytunk. Oké, gyorsan át kell váltanom shotgunra. Jaj! Gage, tartsd fel őket! Elintézem. Oké. Valaki nem jött még? De mintha lett volna. Oké, egy olyan 36-os radioaktivitás, az így azt értelik, hogy elfőtt a radixem. Oké. Semmi gond, Gage, megyünk tovább. Kicsit eltávolodtunk a célunktól, úgy érzem. Na, igen, szóval... A Funhouse, a Heat, meg a Tunnels, ezeket kell átnézni, értem. Végülis jó irányba nézünk, csak tök messze van az, ahova szeretnénk menni. Oké. Jól az a 70 méter, átfűtök a gulok közt, no problem. No problem, ott a House. Befelé. Ez az. Minket nem állíthat meg senki. Na most ha bejönnek utánunk, az ciki. Az masszívan ciki. Oh,
frankó bejöttek, de én bevártam őket. Valaki? Gage így? Őt kint megzabálták? Gage. Kint meghalt. Hát akkor ennyi. Hogy... mi a fene? Na, hát nekem tök mindegy. Ő izé. Ez egy... És ezt így most muszáj volt? Na, jó van. Szóval ezek a tükrök, ezek nem... Nem reflektálnak vissza semmit. Gyere barátom! Aha! Viszont, ja, így mi se tudjuk igazából, hogy merre kell menni. Nem, most tényleg elveszve érzem magam. Jó, hogy nem is vagy itt, Gage. Erre? Merre? Francba? Aha, bocsánat. Nem, akkor azt mondja, hogy erre van a kiárat, nem? Hazudtál! Erre csak shotgun töltény van. Radioaktív csótány, ez nem a pálya része. Eresztetek ki. Oké, erre kellett jönni, ez az. Itt, vagy megint csak ez a bejárt. Oké, átjutottunk a tükörlabirintuson. Az egy robot. Ott. Én szeretnék arra menni, de nem tudok, mert nagyon nehéz. Jaj! Ez! Jaj! Te csaló. Jó van. Ügyességi játék. Azt szeretjük. Mindig jobb, mint a horror játék. Na. Ez így nem passzol. Jaj! Jó! Véletlen volt! Tökre véletlen volt! Nem! Nem! Jaj! Jönnek! Nem! Oh! Francba! Gyere, nézd bele a csőbe! Oké. Okay. Jaj. Akkor újra kérem. Micsoda büntetéseket szabnak itt rá az ember, hogyha elrontja. Na. Gage az úgy döntött, hogy kimarad ebből a munkából. Úgy nem. Tökre esélytelen lett volna. Most akkor ezt hogy? A következőn átugrok. Van mentés. Hoppá. Na jó van, és akkor itt a kék lámpás negyed. Azt mondja, hogy... ezt kinyithatom. Ez már zöld lámpás zóna. Ne viccelj! Kicsit vadító! Oké, nem enged át. Jó. Ez az, erre kell jönni. Nem fogok meghalni, biztos nem. Átjutok a pályán, fiam. Benézzünk ide, meg ide. Hát igazából kicsit gyógyósan érzem magam. Elképesztő kreativitás az, ami itt a mesteremberekben van, aki készítették a pályát, egyébként nagyon tetszik. Ilyen élményre nem számítottam. Jaj. Nem. Jó napot! Jaj, bocsánat, nem így jó. Én nem így gondoltam, ezt így. Jaj. Oké, jó, hújjátok ki, ez az. Szóval az a helyzet, hogy megint nincs bekapcsolva a VATS mód. Köszönjük Vault 1080, nem tudom eléggé meghálálni, hogy tönkretetted a játékomat egy életre. Oké, átítottam. Na, és itt már is egy kicsit halkabb minden. És fokkal nyugodtabb, és ez az, benn vagyunk az elit zónában. Úgy láttam egy... ahogy tudom, a földön.
meg egy gúl is. De az úgy normális. Az ajtó nem. Az ajtó a földön nem normális. Gage! A frász tudod rám. Gage, egy fura helyen vagyunk. Ezt meg tudod fejteni? Ott is egy ajtó. Aha. Te is megnézted? Igen? Biztos nincs ott semmi? Igen, igen, ez egy konyha. Ja. Jó, egy fürdőszoba. Ez egy nappali féleség. Vagy nem tudom. Az jól láttam, hogy egy gul volt. Na mi van? Jaj, jaj, hoppá, te kijutottál. Jaj. Na jó, van akkor, van egy ötletem gyerekek, de nem fog tetszeni nektek a dolog. Nekem van mintha lenne valami, ami biztos, hogy hasznos. Aha, nem. Nem, tökre nem, de megoldjuk. Akkor nyomok egy mentést. És itt egy picit megszakítjuk. Na. Szóval akkor, Gage, felkészültél a támadásra? Nekem van itt egy nyúkom. Oké, okay, ezek mindjárt kinyitják az ajtót. Oké, okay, és akkor... Jó, várjál, betöltöm, várjál! Hoppá! Na, azt hiszem a körtáncnak vége. Jaj. Még valaki? Itt egy egész diszkó van. Vannak itt jelentkezők. Én még valaki? Esetleg, Gage, élvezed a bulit? Oké, okay. Na. Akkor így merre tovább? Micsoda nagy halom. Gage, honnan jöttünk? Egy kicsit meg vagyok zavarodva. Á, erre kell menni. Jaj, eresz. Azaz. Ez így nem talált? Jó, akkor megpróbáljuk ezt. Ez sem jó. Menjetek vissza. Nem kell a babás izé. Na, ez már sokkal kecsegtető. Oké. Hopp, Bevagyunk a dolgok mögött, a háttér backstage-ben. Ez az. Jó, nyugalom van, mindjárt érlek, aztán kibelezlek. Hiába vagy nagy menő most a mikrofonon át. Open door. Ez nagyon nehéz volt. Kinyit sem lett volna egyszerűbb az ajtóra, hogyha már itt van mellette a konzol, ami csak egy gombnyomásra kinyitja. Nem bízom a területben. Ez tele van gullal. Gage, menj hátrébb, teszteljük a zónát. Nekem ez így elég. A 10 radioaktivitás nem frankó. Kérem a napi redixemet, ami ez már egy teljesen hozzá vagyok szokva, így elrákcsálom, mint a fogkrémet. Redövét is kérek. Mindent szeretnék. Na. Ja, hogy ez... Ja. Akkor úgy látszik, Gage, mégis rossz irányba jöttünk. Menjünk vissza a nagy szobába. De nem, hát erre kell lenni, hát itt vagyunk a háttér dolgoknál. Itt van egy Funhouse Control Center végül is. System Access, Security Door Control. Az mondjuk jó lehet. Nem zárjuk be. Rendszer hozzáférés. Hall of Mirrors, mit tudok itt csinálni? Le van zárva a kommunikáció. Nem. Hypno Walls. Ezek egy különböző területek. Várjunk csak. Set rest mode on. Na, ez itt már valamit elértünk. Mindent átkapcsolok egy másik állapotba, és akkor biztos előrébb jutunk egyébként.
Igen, oké. Na. Összenyomkodtuk a gépet. Készen állunk arra, hogy tovább issunk. Egyébként 30-25 méterre vagyunk a céltól, úgyhogy valahogy erre kéne menni. Ja, hogy kijutottunk, király. Mondhatjuk, hogy akkor ezt a zónát kivégeztük? Szerintem igen. Nézzük csak meg a nagy térképet. Igen, ületem a Funhouse-ba már nincs feladatunk, akkor mehetünk vissza. Oké, gyere Gage. Van még két szoba, vagy mi? Terület, amit így át kell járnunk. Durva lesz, de megcsináljuk. Ha tudni akarod, hogy én éppen hova megyek, a válasz az, hogy érted. Oké, Gage, biztonságban vonulunk. Itt biztos, hogy nem számítanak ránk. Jaj! Gyere, kapsz egyet. A közi ennyi. Ön is kér, uram? Jöjjön. Ingyen van a shotgun töltény. Na. Mint egy szamuráj kardba vágták volna ketté. Na, micsoda csalás. Kérem, ez egy Drodgem autó megint kivégez. Na jóval, elég volt a hülyességből. Tovább akarok jutni. Jó ponton mentettünk végül is. Jó. Akkor most csináljunk normálisan. Itt átosolunk. Gage. Van mögötted valaki. Örülök, hogy feleszméltél. De már egy hátba markolt. Ön golyóálló, kérem? Na jó van. Veselkedjünk neki a gúloknak? Én nem akarok beleszólni, de nem biztos, hogy az ott jó lesz. Na, így már jó. Arra kell menni, 40 méter. Pont rossz irányba indultunk. Nem, jó irányba vagyunk. Arra kell átmenni. Itt a vár mellettünk. A kastély. Oda megyünk be? Na, tetszetős. Oké, ez az, itt vagyunk a nagy kapunál, befelé a várba. Várudvar, júj! Rakétával egy. Na, meghalok, júj! Sérülök. Na, jó, ez nem, ennek a felesett réfa. Ja, nem még 20 000 shotgun izé Fatman töltényt akartam, hanem PL Force Control Enabled. Ez nem jött össze. Painted ghoul? Ez micsoda? Bottle mine? Ghoul uram, felém sétál? Gyerünk, headshot! Micsoda szállás volt, remek. Na. Tehát ez a rakétavető most már nem üzemel. El is vettem tőle a rakétát. Ja, hogy itt van egy ghoul. Rendesen be volt ágyazódva a fűbe. Gage megint nem tart velünk ebben az akcióban, úgy látom. Én le vagyok sérülve? Túl vagyok terhelve? Jó, hogy rohadtul túl vagyok terhelve a hülye rakéta miatt. Akkor ezt eldobjuk. Na jó, akkor jöhetnek a gullok. Kérem őket. Hoppá, majdnem, barátom, de a közelebbi... Azt szeretném, aki itt van előttem. Na. Hát ez így nagyon király.
Kisebb radioaktivitást érzékelek magamon. Elfogyott a Redixem. A francba. Na jó, most, hogy kipucoltuk a gullokat, így az előkertből, vagy mi ez, itt a város első részéből, mehetünk tovább, ahol további gullok vannak. Egyre nehezebbek őket megölni. Jó van, gyere, gyere barátom. Gyerünk már, hát hány, életed van? Gyerünk, ebben most belehalsz, azt ugye tudod? Hát de nem sérül, hát micsoda bagos gagy játék ez, hogy nem sérül a gull, aminek sérülnie kéne? Csaló, mocskos, szemétláda vagy. Na jó, akkor újra. Amikor még nem csalt senki onnantól. Te csalni akarsz? Én is találhatok, gyere. Megmutatom, hogy kell. Na mi van? Most nem jön össze? Hoppá. Bocsánat. Jöjjön an is, jöjjön an is. Hoppá. Így, így né, így né. Persze, persze, persze nincs beírva, Mr. Nvidia. Így né. Ott a ghoul. Jöjjön. Ingyen shotgun töltény. Nem múlt el a zene. Nem, ez nem a konyhából nyílik. Erre tovább nem lehet menni, erre kell jönni. Jó van. Ott egy ghoul. Hülye, aki nem jön rá. Ott is egy ghoul. Hoppá! Várjon, várjon, a fejébe kapja! Oké, okay, valaki? Még? Nem? Utol jó? Utol jó. Mindegy. Ah, Mr. Hídon álló. Gyönyörködött a kilátásban. Ez egy bejárat. Jó, de nekünk nem erre kell mennünk. Éj, Dani, éj, né. Na, királyság van. Mindjárt bejutunk és lefejezzük a királyt. De ez az, na Gage, te is összeszedted magad. Szóval Gage, ha eddig lemaradtál volna arról, hogy mi történt, akkor ott tartunk, hogy bejöttünk a várba, a belsejébe, ami egy képített dolog. Azt az embert keressük, aki dumál hozzánk. Ez kivizet minket. Oh, igen, igen, ezt így el kellett volna olvasni. Hát menjünk vissza szerintem, de bátran visszameltünk. Ha már ide jöttünk, akkor itt van dolgunk. Na, szóval menjünk itt a nagy kapun át. Igen, szerintem is ez... Ez egy színház! Igen! Jó van, hát itt vannak székek meg hullák. És azt mondja, hogy... Mi? Halljuk az előadást? Nem, bejövünk, bejövünk a színfalak mögé. Kis fényt. Hoppá. Gage. I didn't think you'd make it this far. I can tell you're different than the usual invaders. So I'll not bother. A ghoul, ugye tudja? Meglőhetem? When the bombs fell, everything changed. We changed. And somehow I received a gift. Jó, oké, szóval arról beszélünk, miután a bombák leestek, kapott egy ajándékot, mindenki megváltozott, nyilván gúlságról van szó. Vagy varázslatokról beszél? Azt mondja, hogy varázslatokról, és hogy lássuk a varázslatokat. Ja, hogy ilyen szuper gúl, és hogy gyógyíthatja a barátait. Igen, igen. Oké, 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 nem járja, nem járja!
Na, kérem szépen, szabad ilyet? Szabad ilyet? Megtámadni egy vendéget a színházban? Az egy kard? Én jól látom, hogy az egy kard. Maga nem hal meg? Jaj. Nem. Várj. Álljunk le egy pillanatra. Ezt nem lehet csak így. Először is beszeretnék venni egy Nuka Cola Victory-t a győzelmem örömére. Na és akkor most mehet. Jöjjön, közelebb. Majdnem. Na. Én úgy látom, hogy nem sikerült kinyírnunk a csávót. Mintha nem láttam a hulláját. Pedig eléggé lesebeztük. De ezt a zónát befejeztük, úgy látszik. És azt mondja, hogy akkor ennyi volt, mehetünk kifelé. És a következő területre még el kell jutnunk mindenképpen. És valószínűleg egy ponton már tényleg megküzdünk vele igaziból. Méterre van a célunk. De nem tudom merre. De várjunk csak most... mi a fene? Hát itt van közel. Tunnels! Ja, gondolom az itt alatta van. Ó, bizony. Bizony. Rossz irányba indultam, de bizony. Nem, valahogy nem stimmel a dolog. A tunnelökhöz nem erre kell jönni. Gyanítom, hogy... igen, valószínűleg a csatornába ezen a vizes dolgon megyünk. Gyökülj le. De lehet, hogy nagyon tévedtem. Hoppá! Ott be tudunk jutni. Ez kell nekem. Csak Gage, meg kell várni, hogy a kocsik elmenjenek. És utána, jaj, jöttek utánunk. Oké, gyerünk Gage, nem érünk rá. Jaj! Egy rohadt autó. Oké, gyorsabban megyünk. Francba. Gyerünk! Jönnek még a kocsik! Ez így nem király! Tehát itt vannak az autók? Jaj! Ez ott egy gul. Ez is egy gul! Király! Ez egy ilyen nyakszírt lövés volt. Jaj, uram! Nem! Hogy miért te tudtad elüttetni magad, mint az a jó ember ott elől? Gyerünk, ez az! Kettő is egyszerre esélyt nem kapott arra, hogy kiugorjon. Jó van. Hát kicsit furán érzem magam itt ezen a helyen most már. Jaj, bocsánat, igen. Ezek a kocsik, ezek így mellé mentek. Azok ott hullok? Gage, te mit csinálsz itt? Hát te itt ragadtál? Várjatok, én tudom, mi kell nektek. Jaj! Azokat elvitték. Gage! Téged is elvittek! Oké, ez egy ilyen megálló. Gage, ezt frankon elvitték a kocsik. Jó, akkor megyünk be. Gage megint nem kísérel minket. Hú, Gage! Te egy mágus vagy! És egy mázist, és ő megmentettelek, ugye tudod? Na jó van, akkor tegyünk pontot ennek az akciónak a végére. Ott van a hülye gyerek.
is off, and there's a new one in the pump. Okay, No, I don't think that's going to work this time. There's something different about this one. Barátom, problémát okozna önnek, hogyha megölném a gulyát? Nem tudom megölni. Beszélnem kell vele. Igen. Ez így nem jött össze. Meg vagyok sérülve netán? Nem. Nem, akkor itt benyitok. Meglepetés! A francba. Mr. Mágus eltűnt. De a konzolját itt hagyta nekünk, úgyhogy meg tudjuk bugerálni a gépet. Hozzáférés a rendszerhez, szintén, és leállítunk pár dolgot. Turn off mist spray izét. Á, ez az, lekapcsoltuk a permetet az arcunkba. Jó. Oké, akkor exit, és akkor kész vagyunk. Itt azért meg vannak dolgok, amiket így át kell nézni ezen a területen, azt hiszem. 20 pár méterre. Hát így erre felmegyek, ja. Gage, te már itt voltál. Ez rohadtul jellemző rád. Itt valahogy át kéne jutnunk. De nem tudom hogyan. Hát erre? Na, ez micsoda terület? Ez ilyen szórakozó helye a dolgozóknak? Ez a rész még nincs kész. Szerintem arra megyek, majd 40 méterre van valami. Ez egy egész békés környék, ez ugye metró. Ez ugye metró, hogy az emberek közvetlenül ide érkezzenek szerintem. Ó, igen, itt kiásták már a metró alagutat, de nem fektették le a sineket se. Nézzük a lokál mappet. Aha, érdekes, illetve annyira nem, mert nem látok semmit. Ja, hát végigmegyünk a metrón. Nekem nagyon úgy tűnik, hogy erre kell menni. Gage? Persze, hogy nem jössz. Na jó van akkor. Ó, elnézést, nem akartam megzavarni az álmában. Még valaki esetleg? Jó van. Gyerünk, Gage. Zsák utca. De akkor erre kell lennie valami ajtónak. Ú, itt a feljárat. Ohohohoho, de ne a Luca World-be vezessen, de a francba. Már csak ez azt jelenti, ez nem jelentett más, mint hogy ezzel az unával is végeztünk volna. A helyi térkép most nem. Oké, a kastélyba kell elmennünk. Úgy látszik, és fast travelünk is van hozzá. Nagyon király. Nagyon király. Vagy lehet, hogy most a kapuba tesz. Ne a kapuba tegyél. Oké, szóval lekapcsoltuk a gyereknek a védelmi rendszereit, úgyhogy akkor most bemeltünk és elvihetjük a fejét. Gyere barátom, fel vagyunk készülve a nagy végső csatára. Itt már jártunk. Szóval visszatérünk oda, ahol már egyszer küzdöttünk, és itt akkor sort ejtünk a sorsdöntő küzdelemre. Most erre kell jönni. Aha, a lift ez az. Gyere, Gage. Gyere, szállj be a liftbe, Gage. Gage. Jó, akkor nem, akkor nélkül megyek. Na, jó van. Kis fényt kérek. Köszönöm, Gage, hogy megjöttél, te is. Király vagy. Tudtam, hogy számítotok rád.
Oké, menj előre. Menj előre, Gage. Menj már ki. Menj ki, Gage. Nem akarok én először meghalni. Nyomás kifelé a liftből. Gage, hord ki magad. Tűnés, 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 tűnés. Hoppá, tudtam, hogy ez lesz. Szóval mi raiderek vagyunk, mint ugyanolok, csak ide jövünk lopni, nem tiszteljük másnak a tulajdonát. Ez az ő otthonuk, és nem a miénk. Jó, akkor mi azt mondjuk neki, hogy a felágulók nem barátok, és rá tudunk kérdezni, de inkább azt mondjuk neki, hogy shut up és attack! Jó, szóval csak így megöljük azért, hogy végre kussoljon. Gyere! Hoppá! Csaló vagy. Aha, kérsz egy robbanást? Az nem olyan láda. Vannak barátaid. Lehet, hogy azokat így előbb meg szeretném ölni, mint téged. Akik közvetlenül fenyegetnek engem. Fej. Hajd meg, ez az. Na, király. Oké, akkor mindenféle drogot szeretnék az arcomba kapni. Nem, menj innen. Jaj. Mi van? Na, hova tűnt a teleport? Úgy látom, megvan még. Hoppá. Ja, hogy ez éleszti a barátait? Na várjunk, akkor teszünk ellene, hogy ő halljon meg legelőször. Illetve azért, hogy ő halljon meg. Jó, kicsit sokan vagytok. Jó van, várjunk csak. Ho, itt van. Gyere. Jó van, akkor ide kijövök. Itt nem kaptok-e gúlok? Aha. Na mi van? Ilyenkor bajban vagytok már mi. Na. Jó van, akkor egy kisebb... Nem, ez nem egy hatékony fegyver ide. Ami hatékony fegyver lesz, az a Fatman barátunk. Na nézzük akkor. Hát egészen jó vagyunk itt. Hoppá, Jet is van, te kis sumák. Na van, akkor oda egy Jet. Oké, ez így jól esett mindenkinek. Ki kér még innen egy Fatmanet? Ó, ott van a barátunk. Jaj! Na jó van, le kell mennem és lesz shotgunoznom a fejét, vagy ami még jobb lenne, lesznájperkedem minden az arcát. Igen. Most itt eszed betölteni, hogy már lőttem volna. Gage, az a te lábad? Várjál, eltakarítom rólad azt a gult, mindjárt. Átlövök azon a kis lyukon. Szerintem ez nem egy járható út a sebzés felé. Frankon nem. Na jó, akkor úgy látom, hogy folytatni kell a harcot közelről. Barátaim! Ó, hogy te itt sunyulsz. Jöjjön! De nem kaptuk el a gyereket, nem sikerült. Ide jöttünk megküzdeni ellene, és nem sikerült. Viszont itt hagyta a konzolját. De hát nincs meg a kód. Ah! Arra nem volt szó, hogy te oda elbújtál. Na várjál. Hol vagy? Gyere, Mr. Bűvész! Fent van, Gage megtalálta. Jó van. Bakker! Szórakozol velem? Ez az. Na most véged van. Most nem játszod el újra. Gyerünk! Bakker, mennyi HP-d van? A cilinder titániumból van? Majd ha végeztünk, akkor megadhatnád annak a tervrajzát, hogy tudjak én ilyet csinálni.
Oké, frankon körbevettek. Jaj. Mennyi nem? Vége van, ennyi, ennyi, rohadj meg, ott maradsz, lemaradsz! Francba. Gyere ide, Mr. Bűvész. Oké, újra a festett gúlok vannak mindenhol. Úgy látom, újjáélettek. Várjunk csak, ez pot helyzet, azt mondja, menjünk ki. Várjunk csak. Tökre azt mondja. Nem, nem, nem úgy néz ki. Gyere, gyere. Széjjel lődözlek itt. Közben becsapódott egy másik gúl is a liftbe. Jó van, ön is kap. Mindenek megvan a helye. Oké. Okay. Na. Elmondaná valaki, hogy kell ezt a szemétládát megölni? Méltóztatta elveszíteni a fejét, így a tizedik halála után? Jaj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 
lövést. Oké. Okay. Ez így nem király. Majd nem, de most akkor meghal, uram. Így nem. Hát ha így megy, akkor nem. Gyerünk. Oké. Okay. Király, nem akartam volna így meghalni a végén. Na. Oké. Okay. Gage megint bebizonyosodott, hogy öreg vagy te már ehhez. Na jó van akkor. Én itt megöltem mindenkit egyébként. Kérem a kulcsot. Kérem a jelszót. Kérem az egyenruhát. Kérem a fejest. És kérem azt a 20 darab molotov koktélt, amit így most le is dobok, mert nincs neki hely. Egyébként ránk gránátokat dobott, nem molotovokat. De nem baj. Na. Igen, ez az, mi lettünk a mágusok, köszönjük szépen. Akkor innentől kezdve mi irányítjuk ezt a világot, úgy látom, ezt a parkot. Ez az. Hát nekem a kombatálom jobban tetszett valahogy. Na jó, akkor nyomásunk magunkba még egy kis redővény izét, aztán vegyük vissza a rendes kombat ruhánkat. Édni. Na, megvan, combat armor. Bár nincs csak, mintha hiányozom a melpáncél. Bizony, hogy hiányzik. Édni. Na, most király. Na, és akkor itt a számítógép, amit szépen megbújerálunk. Most már megvan a kód, beléphetünk, és akkor ezzel, hát feloldjuk a vidámparkot, vagy nem tudom. Most kapcsoltuk ki a sprayt. Igen, nem tudom az előbb mit kapcsoltuk ki, de most is kikapcsoltuk a sprayt, és akkor ezzel végül is ártalmatlanná tettük ezt a helyet, és akkor az összes ghoul eltűnt innen a francba, mi pedig kitűzzük a zászlót. Oda, ott a zászló helye. És az operátorok kapják meg ezt a helyet, mint már korábban elöntöttük. Ennyi volt, kész vagyunk. Na, szóval mindenkinek megvan a saját kis parkja, és akkor ezzel be is fejeztük volna a parkoknak a bezúzását, beírtását. És akkor a következő epizódban meglátjuk, hogy mit szólnak ahhoz, hogy megkapták ezeket a területeket, és hogy örülnek-e nekik a kis klántársaink, a kis barátaink. De akkor itt fogjuk befejezni ezzel a gyönyörű látképpel, ami a királyságra nyílik. Ami most már nem hemzség a gúloktól, és most már nem is radioaktív.
Nos, tehát akkor ennyi lett volna a Nukaworld DLC negyedik része vágatlanul, és az összes parkot kipucoltuk, átadtuk őket a klánoknak, és a Peck lesz az, akivel nagyon kiszúrtunk, mert ő csak egyet kapott, azt a kis büdös állatkertet, és hogyha nem tetszik nekik valami, akkor elmennek a francba, mert már rájuszítjuk a másik két klánt, mert nekik ugye kedveztünk, és ők nyilván elégedhettek lesznek, úgyhogy ők nyilván segíteni fognak nekünk, hogyha valami ilyesmi lenne, de aztán fel ne tudja, hogy mi lesz a jövőben. Minden esetre akkor itt a dolgunkat befejeztük, vissza a városba, és akkor meglátjuk, hogy mivel folytatódik a dolog. Hogyha kíváncsiak vagytok rá, akkor iratkozzatok fel a csatornára, hogyha még nem tettétek, ezen kívül pedig követettek Facebookon, Twitteren, Instagramon, értékeljétek a videó tetszés szerint, és ha többet szeretnétek tudni a csatornáról és rólam, akkor látogassatok el a gamingdumping.hu-ra. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!